Itt a második részben elviszünk titeket egy hatalmas tengeri erdőbe, ahol bemutatjuk nektek a trópusi mangrove mocsárban élő állatokat, növényeket, sőt egy eldugott úszó éttermet is. Dingivel fogunk közlekedni, hiszen itt a hajókkal lehetetlen lenne haladni a szűk járatok és az alacsony vízszint miatt. Több esetben hátramenetben megemelt motorral, mert így közvetlenül látom a hajócsavart és a közeledő víz alatti gyökereket, kidőlt fákat és zátonyokat. Most pedig vessük bele magunkat ebbe a teljesen furcsa biotopba. Miért mondom, hogy furcsa? Először is azért, mert az általános növények nagy része már attól elpusztulna, ha tengervízzel meglocsolnátok. Miközben az itteni növényvilág folyamatosan a tengerben él. Igaz, apály óráiban területenként változóan megjelenik a talaj, de ne felejtsük el, hogy ettől még a gyökerek a föld alatt is ugyanazt a tengervizet szívják. Többféle mangrovafa él ezekben a mocsarakban. A legáltalánosabb faj, amikor a gyökerek a fák oldalaiból nőnek ki, és ívesen hajtanak bele a talajba, ezzel rögzítve a fát az esetleges hullámok, vagy éppen egy erős szél miatt. Ezek rendkívül erős gyökerek, mely azt jelenti, hogy már mutató új vastagságokon megbízhatóan sétálni lehet. Szintén ezeknek a fafajtáknak van a szivar alakú magja, ami nem szimplán egy mag, hiszen még a fán kifejlődnek törzsé, és már a törzsből kibújó hajtásba is. Ekkor nincs más dolga ennek a magnak, mint hogy a fáról leesve belefúrodjanak a puha sáros talajba, és megkezdődjön a gyökerek kihajtása. Phuket-szigeten Karombicsen a magyar szálloda előtt is láthattok boldogan élő ilyen facsemetéket, amit én ültettem körülbelül egy hónapja. Továbbá él még olyan fajta is, melynek gyökerei a talaj alatt futnak, és gyertyaszerűen kibújnak a fa körül a talajból. Valamint van egy pálmafa is, ami minden további nélkül éli életét folyamatosan a sós tengervízben. Nekem egyébként ez a kedvenc területem itt, ami pontosan ennek a képben nem illő növénynek tudható. Most pedig menjünk ebédelni, hiszen pár perc hajózással elérhetjük azt az úszó éttermet, melyben az árak nem feltétlen alacsonyak, viszont az étel rendkívül finom. Két különböző kaját rendeltünk. Egy kaupattalét és egy könkeng mukobot. A két ebédért egy üveg kólával és egy üveg ásványvízzel együtt 240 batot fizettünk. Ez körülbelül 2400 forint, ami a film legnagyobb költségét eredményezte. De még mielőtt tovább indulnánk, megmutatjuk nektek a tradicionális haltartást, ami itt jelenleg üresen tátong, vagyis arról van szó, hogy a vízben úszó és apály dagája a süllyedő emelkedő fakeret, melynek minden osztásába egy háló kerül, és halfajtánként szétválogatva a természetes élőhelyén tartja fogva a kihalászott zsákmányt. Majd innen kerül a konyhára, vagy éppen eladásra a Phuket-sziget különböző piacain. Igazából ezt meg sem mutattam volna nektek szívem szerint, mivel hogy nincs benne hal, de legalább el tudtam szívni nyugodtan egy szál cigit. Induljunk az állatok nyomába, és bízzunk benne, hogy kerülnek lencse végre majmok, mérges kígyók, varánuszok, madarak, rákok, szemforgató halak, vaddarazsak, stb. A mangrove mocsarak belső területei rendkívül háborítatlan élőhelyet biztosítanak az állatoknak. Én abban is biztos vagyok, hogy a körülbelül két évenként Phuket-sziget körül felbukkanó sósvízi krokodilok ezekben a mocsarakban tudnak elrejtőzni. Sokan a nagyobb méretű varánuszokat is kis krokodilnak hiszik, bár egyáltalán nem kell hozzá nagy rutin, hogy a kis fejet megkülönböztessük, vagy éppen a farok hosszát. A varánuszok esetében a fiatal példányokon még jól láthatóak a sárga pöttyök, amik idősebb korban eltűnnek, és az egész állat szürke színű lesz. A tőfarkú rák vagy patkórák táj néven mengda. A mai élő legősibb állatok egyike, hiszen már 450 millió évvel ezelőtt is létezett. Vagyis nemhogy madarak nem éltek a Földön, de még az első kétéltűek is csak 100 millió évvel később jelentek meg. A halászsasok és hollók is jelen vannak, mint ahogy a tarisznyarákok a talajon és a fák törzsein is. Kígyókat észrevenni nem egyszerű. Jó szem kell hozzá, vagyis inkább azt mondanám, hogy tudni kell, milyen színárnyalatot hol keres. A mangrovesiklók ugyan lakfeketék és citromsárga sávosak, ők a fák lombjai között tanyáznak, de alulról a hasuk szürke. Még a bambuszviperák sárga-feketéktől kezdve a zöld-piros színekig bezárólag változnak. Ők inkább a talaj feletti ágakon pihennek. Most mindenki azt gondolja, hogy Jézusom, krokodil, mérges kígyók, ja Istenem! Elmondom nektek, hogy itt még senkit sem harapott meg krokodil, és mérges kígyó sem mart meg senkit. A veszélyes állat majd csak most következik. Júj, majmocskák, ide tudod csalni őket, Robi? Hallom gyakran a turistáktól. Nem kell csalni őket, gyerekek, ide jönnek ezek most falkástól, és ha nem verek rá olyat a vezérhímre, hogy megzavarodik, akkor elvisznek tőletek mindent, és még jól meg is harapnak benneteket. Tehát jó, ha tudjátok, hogy ezek az ari majmocskák okozzák a legtöbb problémát.
Vagyis nincs az a tigris, krokodil, mérges kígyó, ami kiszámíthatatlanabb, alattomosabb és agresszívebb lenne, mint ezek a tündéri majombandák. Természetesen a turisztikai területeken túlletetett majmok már szocializálódtak, és lehet velük fotózkodni, ilyenekkel találkozhattok a Pipi hajós programunkon, a Big Buddha hegyen és még számos területen. De ezek a majmok nem kedvesek. És ezen a szigeten... Ki, mivel nem kedves nekem, megdöglend. Amen. Amen. Kígyók esetére pedig mindig a konnektort hozom fel példának. Halálos is lehet az áramütés, mégis naponta mentek el stresszmentesen a konnektorok mellett. A mérges kígyó pontosan ugyanez. Vagyis annyiban nem, hogy sokkal több konnektor van a lakásodban, mint itt kígyó egy négyzetkilométeren. És természetesen vas lavor vízbe beleállva, 260-as szöggel a kezedben remek áramütést tudsz produkálni. Most néztem meg, a 100-as szög is belefér. Így hát, ha véletlenül tropidelemuszt látnál a mangrovéban, és elkezdenéd letekergetni a fáról, akkor persze meg fog marni. De mint ahogy a konnektor sem üldöz a lakásban, így a kígyók mellett is közvetlenül elmehetsz, az is mozdulatlan fog maradni, mert nem hívja fel magára a figyelmet. Különbség mindössze annyi, hogy halálos áramütésre nincsen szérum. Feliratkozásra viszont van lehetőség. Szóval, aki nem tette volna meg, és várja a következő részt, az most ne felejtse el megtenni, és az értesítő harangot is bekapcsolni. Mi már készülünk a film harmadik részére, köszönjük, hogy itt voltatok. Várjuk tájföldi nyaralásra érdeklődő leveleiteket, és várunk szeretettel Phuket-szigeten. Baráti üdvözletünket küldjük a tájföldi Magyar Központból, Robi, Norbi és a lányok. Sziasztok!